Sziasztok srácok, ez itt újra a Collect Crew, ne haragudjatok, egy kisebb logisztikai probléma miatt sajnos ma, február 15-én csütörtökön, este 8-kor nem lehet élő adás, viszont ehelyett hétfőn este 8-kor lesz egy extra mega hiper super Amerikából érkezett csomagbontós élő adás, valószínű, hogy kaparni is fogunk menni, erre 99%-ot adom, tehát még egyszer a dátum, hogyha ma csütörtök 15-e van, akkor 19-én hétfőn este 8 órától élő bejelentkezés a Collect Crew-n, amerikai csomagot nyitunk ki, hétfőn 19-én este 8 órától, ott találkozunk. Sziasztok srácok, ez itt újra a Collect Crew, és egy, a mai videóban egy újfajta kaparást fogunk bevetni, amikor nem látunk. Nem tudom, hogy Viktor így fogja, de én igen. Ami még új lesz, hogy tele vagyunk sorsjegyekkel, ez amúgy nem új, de ezt nézzétek mennyi van. Viszont egy csomó új sorsegy van nálunk, a régi sorsegyek felújításai. Igen, igen, az új kis Blackjack és az új Astro. Úgyhogy nem tudom, szerintem neki fogjak, azt mondom. Aha, kezdj el kaparni, kezdj el Blackjacket kaparni. Ez lesz a kaparom. Szabi lekaparja, utána pedig egy kicsit elvezzél. Nagyon régen láttam már 2 forintost, úgyhogy ezzel fogjuk nyomatni. Good luck, fiatalember. Aha, így. Jó, és tényleg nem fogok látni igazából. Én meg átlek a másik oldalatba közben. Jó. Úgyhogy én most nem is fogom nézni, csak kaparom, jó? Ez a Szabi. Nagyon jó haladsz. Tényleg? Úristen. Merre menjek? Jobbra, lefele. Jobban rá, az már a fal. Yeah. A bónuszjátékot kapard le bal lent. Ott bal rá. Jó. Ott jó. Nem látni, még egy számot csinálhatok. Jó. Még? Merre? Jó, ott már meg vagyunk mondjuk. Ja igen, és nyertem? Majd meglátod a végén. Akkor jó, lekaparom a másik Blackjacket. Itt a másik. Jó. Ne les. Erre. Na hát, jó, akkor megpróbálom megint megpróbálom a bónuszjegyet. Bónusz izét. Hú, ez nagyon jó. Várjál csak. Nem, sajnos az nem. Nem, az nem. Jó, akkor menjünk tovább. Jöjjük, Szavi. Itt már kaparok. Ott már kaparsz? Hú, de jól kaparsz. Minőségi kontent. Merre vagyunk? Nem tudom, hogy áll? Hát, közepéből látok egy számot, a baloldali szám is megvan. Jó, nézd meg az eredményt. Jó. Akkor most leszedem ezeket a trükköket. Hát, ez így sikerült, akkor azt hiszem ez nem nyert. Jó, de még van kettő. Lekaparod te ezt a kettőt? Lekaparod ezt a kettőt. Cseréljünk. Aha. Sziasztok srácok, én is köszöntelek titeket. Tehát a régi sorsjegyek felújítása zajlik most jelenleg a Szerencsejáték ZRT-nél. Nem tudom, hogy ez hány sorsjegyet érint. Kettőt már biztos, hogy érintett. Az Astrót és a Blackjacket. A Blackjack 100 forinttal többek kerül, így ezzel kizárták az összes 200 forintos sorsjegyet. Már nincsen egy sem, csak 300 forintosok itt, vannak. Ez itt a mencsvár szerintem, hogy ez 300 forintba kerülhet. Hogy ott van az a kis bónuszjáték. Azt gondolom, hogy a legjobb nyerési arányjal tették ki ezt a sorsjegyet, tehát szívünknek mindig is kedves marad a kis Blackjack, ezért a 3,01-es nyerési arány, amit adtak rá, az szerintem nagyon jó. Az meg pláne csalogató lehet az embereknek, hogy 5 millió darabból 1 millió van, amiben visszanyerted az árát, viszont 4 darab főnyeremény is van, tehát nem csak egyszer van 15 millió, hanem 4-szer van 15 millió forint, amit meg lehet nyerni. Ami azért valljuk be csalogató, a nyerési esély, a több főnyeremény és mi egyéb. Úgyhogy azt mondom, hogy én is nekikezdek a nagy pénz reményében. De milyen pénzzel kapasz, Viktor? Én egy 5 forintossal, amit most épp elővettem. 10-es, na. Az hát ennél több nagyobb szám van, mint kisebb, úgyhogy ebben a matematikában bízunk, és ilyen úttörően fogok kaparni. Hát, hogyha ez egy 7-es, nagyon csalódott leszek, de a 9-es akkor is. A 4-es, annyira nem vagyok csalódott. Bónuszjáték? Bónuszjáték. 7, 6. Kevés. 4, ez így nagyon kevés. Hát eddig 3-0 csalódott vagyok. Meglehetősen csalódott vagyok, de itt van azért a második esélye. Tehát ezzel már nyerni kell, ugye? Ezzel a minden igaz, mindenképp nyerni kell. Jó, valahogy vártam. Számítottam ilyesmire. Valahogy számítottam ilyesmire. Nagyon csalódott vagyok. Na jó, nem. Egyébként nyerési esély alapján jó, de amúgy nem.
Na most nem villant. Hiányzik a kis Blackjack, hiányzik a kis Blackjack. Az a hármas, ez nem villant meg. Az a hármas nyerési esély, tehát... Viszont a hármas esély egyáltalán nem villannak, pláne egy négyet vettünk, de legalább ti srácok láthatjátok, hogy néz ki egy új Blackjack, amit még nagyon sok lotuszban nem lehet kapni, egy-kettőben lehet, de Instagramon kaptunk egy tippet, hogy az immédió újságárosoknál lehet már ilyen sorsért venni majdnem mindenhol, úgyhogy köszönjük bevált. Szépen. Ott találtuk. És bevált, valóban ott találtuk, bárcsak nem mondtad volna és nem vettük volna meg. Aztán nézzük, itt az új Astro TV, ez nekem Astro simán most már nincs tévés játék benne. A tévés szereplés és az 5000 forint helyett két azonos szám eset, megtalálása esetén kapsz 5000 forintot. Itt a szimbólumodat kell megtalálni, itt pedig három azonos összeget, hogyha jól emlékszem. Így van, így van. Ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az Astro TV, nem szerettem ezek a tulajdonságokkal, meg ilyenek, nem volt az igazi. 3,11-es nyerési esély, úgy érzem a szerencsjáték ZRT egyre több pénzt akar nekünk adni. Érdekesség, hogy 100 000 darab 1000 forintos nyeremény van, és csak 50 000 darab 800 forintos, ami egy kicsit furcsa. Viszont lehet 300 és 500 forintot is nyerni simán. Illetve ebből is 3 darab főnyeremény van, és 3 darab 10 milliós, és 5 darab 1 milliós is. És én a bakot kaparom le. Illetve a mérleget. Meg van rajta ilyen kis trükk, ez a karácsonyi sorsjákról itt maradt. Szerintem a szerencsejáték ZRT nézi a videóinkat, és ugye a kanadai sorsfélyek meg a brit sorsfélyek után is mondtuk, hogy rajta van annak a lehetőség, hogy küldjük valakinek, és itt is rajta van annak a lehetőség, hogy küldjük valakinek. Pláne, hogyha belegondolunk egyébként, ugye a születésed napjához kötető maga a horoszkóp, amivel kapasz, azért nem butaság ezt ráírni. Lehet, hogy csalogatóvá válik így. Nézzük, édesapám mérleg, én bak vagyok, úgyhogy kezdjük a bakokkal. Azt hittétek mi? Nem, a bak szimbólumot kell, tehát itt megtalálnunk valahol. És ez kapásból egy bak, gyerekek. Működik. Ez a sors egy, ez működik, úgyhogy én ezt akkor cserélem is a mérlegre. Ez egy vízöntő. Ez egy vízöntő, nővérem vízöntő, az egész családomat. Ez egy kos. Nekem nővérem kos. Nem, neked a nővéred sok. Meg szűz. Nem, az én vagyok. De nem. Csongor. Nyilas. Scorpio. És a kettőt nyertem. Bak. Mennyit nyertem? Hát nézzem. 5000-et nyertem kapásból. Itt a bak. Kommentek. Hiába írjátok, hogy ez nem igaz. Ez így van. Cseles leszek. Két azonos számot kell találni. 14. 13. Oh! Amúgy hármat kell. Jaj. Tényleg cseles vagy. 14. A betyárját. Számítottam rá, hogy nem nyerek itt. Számítottam rá, mert én egy ilyen számító ember vagyok. Számító vagy? Vagy nem? Meg ez egy negatív tulajdonság. Három azonos összeget kell találni. Hát miért ne találnánk három azonos összeget? 10,000. Német embereknek is se kerülni, 5000. Mert megírtátok, hogy ne beszéljünk angolul, reméljük ez 5000. Még belefér, meg külföldiül. Meg ez német volt, igen. Igen. Korrigáltam egy kicsit. Két darab 10000-es. Ott sokan ulna, sajnos. Millió, ja. Na! Nézzük, mennyi van rajta? Azt, hogy mennyit nyertem itt, vagy a többit kapom. Nem, menjünk tovább. Állítsátok meg kommentek, tippeljétek, hogy mit fogok csinálni vele. Tüm-dim-dum-dum-tüm-dim-dum-dum, bing-bing-bing, ahogy tudtátok, nyereményt fogok kaparni. Mert én egy gyerünkéles gyerek. Nincs több bak? Olyan van, hogy több bak van? Szerintem nincs. Valóban nincsen. Hát egy 300-as. Milyen összegeket lehet vinni? Lehet 800-at is nyerni. A sors egy, úgyhogy bízunk benne, hogy találunk még itt egy 500-ast. Megjelent. Egyébként azt nem tudom, sokszor jelent 1000 forintot a sorsjegyeken. Hát ezen nem fog. Hát ezen már nem. Hát ez is sajnos offendári. Ez egy 300-as. Ez sajnos kaput. Kaput Draconis. De van 300 forintunk, úgyhogy ide teszem a vesztes sorsjegyek mellé. Az oda megy. És Szabolcsnak van lehetősége rákot és szüzet kaparnia. Ami... Te hogy csináltad először a bakot vitted? Én a bakot vittem először, és rögtön nyertem is, mert egy ilyen királyember vagyok. Jó, akkor a horoszkópomnak megfelelően én is a szüzet fogom lekaparni, és
megnézzük, hogy neked itt volt a szűz, nekem itt van a mérleg. Ó, a mérleggel is nyertünk akkor. Igen, de jó, az eset mennyi volt? Várjál, hogy kell. Akkor a mérlegen 5000. De jó volt, az jó. Na, ez igen. Nem, azt nyerünk meg, ami itt van összeg. Ja, igen. Hogy néz ki a vízöntő? Vagy szűz? Egy nő, aki... Mint egy szűz. Szétteszi a kezét, hogy ó, mi történt? Mi ez? Ez egy bika. Itt lesz a szűz. Olyan furán voltak itt a betűk, azt hittem, hogy ez tényleg szűz. Igen? Szűzet csak a szűzkéz vakarja. Hát ez eddig nem nyert. De hát akkor, ez egy de rák. Viszont nyert, de nyert. Nyert, egymillió. Csatorna legújabb nyeremény, hihetetlen összeg, hihetetlen nyeremény. Nyertünk a mérleggel itt. Na nézzük. Elkrolik ezt az 5000-est itt. 12... 18, 18. A 18-as még 18-as. Soha nem láttam ott szerintem, abban van valami. 15-os. Úgy próbálom, hogy... 18-as lesz a szint. Ez jó így. Addig alakul. Az a baj, hogy ez 13-as. Áááá. Elhittétek mi? Amúgy én is elhittem egy kicsit. Kommentek kicsit beírják majd. Jó. A gyerem megvan. Aha, úgy, de itt ennyire a tetejére nyomják, hát miért? Elcsúszott a nyomtatógépbe, izé. Mindegyiknél úgy volt, aha. Nem, nézzétek meg. Itt a legtetején van, itt meg mennyi hely van? Hát. Lehet rájöttünk valamire? Figyelj, a nyertes sorsjegyeken alacsonyabban van az elején a pénz, mint a veszteseken? Nézzétek meg. Aha, itt nagyon a tetején. Mindjárt kiderül, és még van nyerjünk már még egy. Még van egy sorsjegy, Az mekkora kiállás, csak bele kéne kaparni a tetejébe. Lebuktatjuk a izét, akkor ne nyerj már azzal. Hát figyelj, 1 milliót még nyerhetek, 1000 fontot is nyerhetek. Az, nyerd már a rákkal, aha, Szabja, ez esküszöm. Jó, akkor ezzel indulok. Jó? Itt a tetején. Vagy de akkor lehet, hogy tudjuk, hogy egyből kikapunk. Ne, mind a tetején. Jó. Na, akkor valószínű, hogy nem nyertél. 300 000. A matematika szerint nem nyertél. 300? Most az egy 300-as, óriási csalódás. Na! Kösz! Tönkretettel a izé. Nem volt titok. Pedig lebuktattuk a szerencsét. Nem volt titok, akkor ez nem egy... Még 500-asban bízhatsz. Igen. De azért rámegyek az 5000-es, hogy itt nem nyertünk-e vele. És nem. Nem, és csak 300-at nyertél. Jó. Igen, és egy rák. Egyébként a... Hogy van? A szüleim és a bátyám is egyébként rák horoszkópúak. Ó, szűz. Akkor ez hogy van? Megint nyertünk? Igen. 1 millió, ja, még egyszer. Nem. Azt érjük meg, ami itt van. Azt érjük meg, ami itt van. Hú, de izgulok. Skorpió. A csatornának tényleg ez a legnagyobb eredménye. A bak is ott van, akkor duplázzak. Duplázzak. Akkor ez 2 millió. 3 millió. 3 millió. Ez. Leszarás. Tehát, az történt, hogy a... 2004-ből 6-től nyertünk. A két asztró nyert a 4-ből. És a 4 blackjackből meg nem nyert egy se. Szóval. Úgyhogy 600 forintunk van ezen a kis mai kalandunkon. Az Astro és a Blackjack világát bejártuk nagyjából. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjátok a lájkot, iratkozzatok fel és írjátok meg, hogy milyen sorsokat kaparjunk még, mennyit, hogyan, fejen állva, kézen állva, bukfencezve, tehát írjatok ilyen kommenteket, és megpróbáljuk őket teljesíteni. Én azt hiszem, kibeszéltem magamat, úgyhogy Viktort még megkérdezzük, hogy van-e valami hozzáfűzni valója. Nincsen, úgyhogy. Szevasztok.